érzek egy ilyen nyomást, egy ilyen elvárás vagy ilyesmi. Nem nagyon gondolom, hogy ez egy helyes út lenne, ez a visszaadogatás. De mindesetre ez egy jelzés. Azt gondolom, hogy erős jelzés értéke van, és talán fölhívás arra, amit állandóan mondok, amikor orrobban átesznek egy mikrofont, hogy valami módon abba kéne hagyni ezt a lefele menő spirált, tehát ezt a gyűlölködés spirált, abba kéne hagyni, és egyszerűen el kéne kezdeni normálisan beszélgetni egymással. Ami még lehet. Minél inkább kihelyezzük a dolgot, annál nehezebb lesz majd ez. És hogyha ezt nem lehet csinálni, akkor rámegy az ország, és átrelevő életemben már én ezt nem szeretném. És akkor ön szerint Bayer Zsolt személye testesíti meg ezt, vagy ezt jelképezi tulajdonképpen? A Zsolt eléggé rátett erre, illetve folyamatosan rátesz erre. Tehát lehet, hogy azt csinálná, hogy próbálna levenni ebből a gyűlölködésből, rányom. Tehát van egy ilyen magyar hazai gyűlölködés, meg frusztráció, meg bizalmatlanság index, ami elég magas, és ezt kellene valami módon csökkenteni, ezt kéne visszavenni, nem rátenni. És az, hogy most ez a kitüntetés megtörtént, ennek nagyon erős jelzésértéke van. És azt gondolom, hogy az, hogy az emberek demonstrálják, hogy ezzel nem értenek egyet, ezzel a módszerrel, hogy visszaadják a kitüntetésüket, vagyis a kitüntetésüket, akkor ezzel talán valami módon fölhívják a figyelmet arra, hogy ez így nem jó. Köszönöm.